Kellebotont gondolatolvasó mutatványokat adott elő. Annak illúzióját keltette, hogy előre látja a jövőt. Hogy ilyen produkciót valaki meg tudjon csinálni, ahhoz elsősorban ugye ugyanúgy gyakorlás kell, mint bármilyen bűvésztrükköz, hiszen ez is a bűvészetnek az egyik ága, de viszont ugyanúgy szüksége van hozzá egy kis emberismeretre, egy kis pszichológiára is, hogy az ember kiválassza például a megfelelő nézőt, akivel ezt meg tudja csinálni, illetve nyilván ahhoz, hogy ugye működjön a trükk, ahhoz pedig megfelelően kell befolyásolni a nézőket. Hajnóci Soma kétszeres bűvész világbajnok humor és kézügyesség segítségével szórakoztatta a közönséget. A sokszor könnyednek tűnő mozdulatok mögött kemény munka áll. Sok év gyakorlása, rutinja, tükör előtt áldogálása és saját magamnak a trükkjének a bemutatása saját magamnak áll ugye emögött. Bűvészet azért szerelem műfaj, tehát szerintem, amihez ennyi gyakorlás, ennyi odaadás kell, azt nem igazán lehet máshogy csinálni, csak hogy az ember nagyon szereti ezt csinálni, mi nagyon szeretjük ezt csinálni. Az érdeklődők láthatták Nagy Molnár Dávid világbajnoki ezüstérmes illúzionista produkcióját is. A bűvészek esetében fontos, hogy a titokzatosság, a sejtelmesség megmaradjon. Szerintem ez adja a bűvészetnek az egyik érdekességét, hogy ugye nem áruljuk el a trükköknek a nyitját, mert sokszor egyébként talán érdekesebb maga a megoldás is, mint az, amit a színpadon látnak, de nagyon sokszor viszont az a helyzet, hogy egyszerűen a megoldás az egy csalódottságot keltene az emberekben, és mi inkább egy álomvilágba elvisszük őket, és megpróbáljuk a csodának az illúzióját kelteni. Hát én azt gondolom, hogy egy jó bűvész előadás olyan, ami egyszerre elvarázsol, egyszerre szórakoztat, érzelmeket vált ki, nevettet. Tehát egy ilyen műsorban, mint az Illúzió mestereiben is, ezt mind megtalálják szerintem a nézők. Tehát az persze elsődleges, hogy csodát mutassunk, hogy trükköt mutassunk neki, tehát hogy ne tudják, hogy hogy van. De emellett azt gondolom, hogy nevető izmokra is hatunk, meg is lepjük őket. Talán elszomorodni nem szomorodnak el, de tényleg... igyekszünk minél több fajta féle érzelmet kiváltani az emberekből.